Tisztelt egybegyűltek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Pécsi Egyházmegye ünnepélyes tanévnyitóján, itt Tamásiban, amelynek ezen a szép napon a Tamási Katolikus Templom és a 70 éves Tamási Gimnázium ad otthont. Tisztelettel köszöntöm dr. Udvardi György megyés püspök urat, nagy szeretettel köszöntöm Tóth László egyházmegyei oktatási főmunkatársurat és az egyházmegye megjelent munkatársait, városunk elöljáróit, Széles András alpolgármester urat, Csike Tamás urat, a Tamási Központi Tankerület igazgatóját, és minden meghívottat, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Külön köszöntöm iskolánk induló osztályainak gyermekeit, tanulóit, az általános iskola első osztályának diákjait, az 5. ENY osztály diákjait, valamint a 9. ENY osztály tanulóit és osztályfőnökeiket. Köszöntöm kollégáimat, a megjelent szülőket. Isten hozott mindenkit a mai ünnepélyes tanítító szentmiségre. A tanév kezdetén engedjenek meg nekem, hogy egy gondolatot szeretnék megosztani útravalóként mindenkinek. Ez a gondolat nem csak a tanévre vonatkozik, hanem egész emberi életünkről is szól. Mi is ez a gondolat? A Biblia szerint az okos és értelmes ember az, aki nem csak önmagában bízik, hanem a jó Istenben is. Ez tulajdonképpen a mi tanévünk során a mi programunk. A teljes emberi élet kibontakoztatása. Mondják, maga a remény, mondják, maga a félelem. Hiába, hiába, egy fő sem fülelte. Egy szív sem szívedte a hegyi beszédet. A korábbi évek szokásainak megfelelően egy kiválasztott intézményben tartjuk minden évben az Egyházmegye központi tanévnyitóját. Idén a választás a 70 éves születésnapját ünneplő Tamási Gimnáziumnak a helyszíne. Legfőképp a pedagógusok vállalnak komoly felelősséget, hiszen a szülők legféltettebb kincsét, a gyermekeket rájuk bízták, és ez a felelősség a pedagógusok oldaláról nagyon-nagyon komoly és meghatározó, hiszen a szülők felé és a diákok felé Krisztus közvetítik. És titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazom nekünk, ami mindenható Isten, bocsássa a bűneinket, és vezessen el az örökkéletre. Miről? Arról, hogyha az emberben ketté válik a jó utáni törekvés és a tényleges cselekvés, hogyha valami képet alkotok önmagamról, és egyébként más után ugaszkodom, valamit szeretnék elérni, és ezt mondom, de egyébként a cselekedeteim, a tervszerű cselekvésem, a mindennapi tevékenységem különbözik ettől. Legyen bátorságunk új hagyományokat kialakítani. Sokszor panaszkodunk, milyen szép volt végül, és minden bizonyal így volt. Miért ne teremtenénk olyan hagyományokat, amelyek következő generáció számára abszolút tudatformáló, identitást adó hagyományok? Miért ne tehetnénk? Tesszük, tegyük is bátran. Thank you.
Azért választottam ezt a gimnáziumot, mert egyrészt közel van, másrészt megkapok érettségit és nyelvvizsgát is. Szerintem jó lesz, kevesen vagyunk fiúk, mert 5-en leszünk, talán 6-an, de mindenkivel jól kijöttem eddig, és remélem így marad.